Köszöntöm a duet nézőit, és tisztelettel üdvözlöm Szent Miklósi Ferencet, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége elnökét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Abból az alkalomból hívtuk meg elnök urat, hogy egy nagyon szép jubileumhoz érkeztek. 1970-ben alakult meg a szövetség. Ezt megelőzően persze voltak már kezdemények, erről a beszélgetésünk során is szeretnék önnel szót váltani. És most mondhatják nézőink, hogy hát 2021 az nem 50, hanem 51 év. Igen, nem csak tavaly nem a járvány miatt nem tudták megtartani ezt az ünnepséget, ezért a múlt hétre tolódott. Tehát gratulálunk mi is az 50 évhez. Köszönjük szépen. Kérem, elnök úr, hogy. Az 1970-et egy kicsit helyezzük el a korban, hogy ugye 7 évvel voltunk túl az 56-os amnestián, 1963, 5 évvel voltunk még azelőtt, hogy helsinki összeültek az országok, és, és azt a bizonyos harmadik kosarat megalkották az eszmék és emberek szabadon áramlásáról, de még dult Magyarországon a kommunizmus, ahol nem nézték nagyon jó szemmel, hogy emberek kis csoportja akár összejön, és hát nem mindig a rendszert dicsérve beszéltek a jelenről és a jövőről. Hogy érintette ez annak idején ezeket a kezdeményeket, a köröket? Hadd említsem meg, ami nagyon lényeges, hogy több mint száz éves a szervezetkert mozgalom. 1916-ban Diós Győrbe, vasgyári munkásoknak az akkori tulajdonos vezetés odaadott bérterületeket, uh -huh. hogy műveljék meg, hát ez az első világháború kellős közepe volt, uh -huh. hogy egy kicsit jobban éljenek, és nagyon sok sérült ember is érkezett haza. Cél az volt vele, hogy a családot minél jobban ellátni, és egy kicsit, hogy jobban élezzék magukat az emberek. Ez volt a diósgyőri közhasznú kiskert egyesület, szépen működött mindaddig, míg az 50-es évek elején a, a többi civil szervezet együtt betiltották. És az egyik ilyen még élő, kemény vasgyári munkás jegyezte meg azt, hogy a szerkesztő úr azt mondja, képzelj el azt, hogy a kívül azt mondja, mindig dühítettek bennünket, hogy minden hatalom dolgozó népé, és elvették a kertünket. Na most akkor már saját tulajdonukba ment. Mai napig van Diós Györbekker közösség működik, és mi innen számítjuk a szervezett mozgalmat. Ugyanis voltak, alakultak meg gyümölcsészeti, szőlészeti egyletek, de az a nagyobb területen gazdálkodókat fogta össze. Ez pedig, ami elsősorban a családellátásra alakultak meg, és családot igyekeztek minél Éh. jobban ellátni. Ahogy mondja, próbálták az 50-es években elsorvasztani. 1970-ben, 50-hez képest azért már egy kicsit lazult az a bizonyos ö, diktatúra Magyarországon, de azért még nem éltek olyan szabadon az emberek, beleértve ezeket a kis kertbaráti körtagokat, mint akik 1970-ben úgy határoztak, hogy akkor most már pedig újraélesztjük. Az a rendszer miként segítette önöket? 50-hez képest, az 50-es években. Még azt hadd említsem meg, hogy a még most is működő legrégebbi kerbarátkörünk, az a Szarvosiak, uh -huh. még 59-ben tudott megalakulni. Uh -huh. még hozzá úgy, hogy még nagyon-nagyon szerényen tudtak újraindulni, mert az volt vele, hogy művelődési házon belül volt kertészeti szakkör. És aztán utána indultak be, hogy kerbarátkör, kerbarátklub elnevezéssel. Uh -huh. És ami érdekessége volt, hogy nagyon sok helyen az akkori hatalom kezdett odafigyelni, hogyha az emberek tehát áruellátási gondok voltak. Lesz. És akkor jött vele, hogy hogy tudnának segíteni, és akkor ilyen mezőgazdasági nagyüzemi műlésre alkalmatlan területeket adtak oda, aminél viszont olyan volt, hogy csodát műveltek. És hadd említsem ittem meg, hogy ez egy külön élmény volt, hogy például Tatabányán, Három műszakban dolgoztak a bányászok, és nem egy kerbarát körük volt, hanem három, mert mivel eltérő időben dolgoztak, és az akkori szakszervezeti vezető először azt mondta, hogy hát borzalom, hát ez a kapitalizmus szül is, a többi. Rá egy évvel később elmentünk, meglátogattuk őket, és mondja, nem kapték is szül, hanem elégedettek az emberek. Másik pedig, hogy nagyon lényeges volt, ugye, hogy nagyon nehéz körülmények között dolgoznak bányákban, még hogyha minden feltétel is igyekeznek teljesíteni, akkor is a föld alatt. Persze, a persze. A hát ezeknek az embereknek felüdülés volt, hogy a munka után, miután hazamentek, átöltöztek, kimehettek ja. a kertjükbe. És voltam, érdekesség kertjük, volt, a és itt jött, hogy nem ment a kocsmába, ugye, mert hát egy kis vízhiányt is pótolni, meg egy-két fröccsöt mi? meginni, vagy egy-egy pohárka pálinkát, hanem mondta azt, hogy képzeljem el, azt mondja, hogy űr, szóltak a izébe a kocsmába lévők, hogy, hogy mi lett, mi el elmentek a bányászok, vagy hol, nem, rohantak a kertbe. Így van és a kerti körülmények között, ami hát, hogy mondjam, fizikálisan is lehetett érzékelni ezeknél az embereknél. A 70-es években, amikor a szövetség megalakult, akkor a rendszer, miként segítette az önök munkáját, ezeknek a kis közösségeknek a munkáját. Megmondom, hogy nagyon hogy szaporodtak ezek a közösségek, uh -huh. még a hademlítsemit itt meg Miskolcot, ott, is voltak ilyen zöldség egy, egy ellátási dolgok. Egyrészt újra tudott indulni maga a Deóssi Kerbarát közösség is, de egy néhány év alatt 27 kerbarát szakcsoport alakult ki, uh -huh. és örömmel mondta az akkori vezetés hogy nem mennek panaszkodni a munkások, hogy nincs krumpli, nincs hogy jó minőségi alma, körte és egyéb gyümölcsféle. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon szerencsés dolog volt, és tulajdonképpen az áfészek az általános fogyasztási szövetkezet előtte fölbűnövelési szövetként <haz> működtek. Őket, <haz> Hogy tudták úgy segíteni, hogy megvettek gépeket, tehát hogy ne kelljen egy embernek gépet, amit nem tud kihasználni, hanem megvásárolták, és azt be kellett jelentkezni, egy feltétel volt, hogy működőképesen adja vissza. Tehát Igen, hát ez nagy. klasszikus szövetkezeti Igen. forma, akár mondhatjuk azt is. De 70-től aztán hát. Abban a korban azt hiszem még, legalábbis ahogy én visszaemlékszem, még voltak ellátási nehézségek. Voltak olyan országrészek, hát ne tagadjuk, ma is vannak még elmaradottabb országrészek, ahol nagyon sokat tudnak segíteni ezek a kis kertek az ottani, a család ellátásában, és hát a járvány például bebizonyította, hogy miként tudták értékesíteni a, a terményeiket, a, a piacokon, ezeken a termelői piacokon. Tehát, hogy a mai napig segítik a környéken élők ellátását. Hát a jelenleg óriási szerepe van a helyi piacoknak. A kisteleki elnök mondta el, hogy szerencséjükre volt elég eladásra szánható tartalék, zöldségféle gyümölcs, és a három szegedi piacon, tudták értékesíteni, értékesítik is. Azért nem jött el az 50 éves évfordulóra, mert mondta, hogy piaci nap van, és ő azt nem hagyhatja ki. És fontosabb, mint az ünnepség. És hát mondta, hogy Én. ne haragudjunk, majd biztos, hogy televízióban vagy pedig újságban majd tud róla olvasni. De ami nagyon lényeges volt, hogy elmondta, hogy Romániából nem csak magyarok jöttek át, romániai magyarok, hanem románok is, uh -huh. ami eddig nem volt jellemző. Ugyanis felfigyeltek arra, hogy nagyon jó a piac, jól el van látva, és hát túl kellett élni ezt a nagyon-nagyon járványos időszakot. Nem beszélve arról, hogy ezeknek a zöldségeknek, gyümölcsöknek, amit a kiskertekben a kertbarátok megtermelnek, hát ezeknek azért a minősége összehasonlíthatatlanul jobb annál, mint amely például a nagyáruházak polcain található. Hát megmondom, hogy hál' Istennek az emberek is egyre jobban kezdenek erre felfigyelni, és a járványnak a sok, hogyják, nehézsége és kellemetlensége, ugye, hogy hát be voltunk zárva. Mm -hmm. De egyrészt arra nagyon jó volt, hogy sok helyen, hogy felült a biciklére vagy motorra, ki tudott menni. Hát a nagyobb városokban már nehézségbe ütközött, hogy ugye tiltások, sok többi mit, mit lehet tenni. De az, hogy a, ebbe a járványos időszakban is tudtak dolgozni és nagyon-nagyon jól jelzések jöttek, például Nagymorosi helyi piacon egy héttel ezelőtt volt a feleségem, mert mindig szoktunk menni, és meglepő volt, hogy megint beindult a piac, és volt olyan, Budapestről jöttek, más kérdés, hogy mi is Budapestről jöttünk, de Nagybaroson van kertem, vagy köszönhetően, de előtte az volt, hogy amíg nem volt a helyi piac, komoly gondot okozott, az értékesítés, és most örvendetesen mondták, hogy megéri málnát megint telepíteni, megéri ribiszkét, zöldségfélét, kukoricát, hát sőt van az egyik kerbarát termelő, akihez azért szoktunk menni, mert a legjobb minőségű például csemege kukoricát nála lehet venni. Igen. A másik húsfélék, tehát ami megjelent, szigorúan ellenőrizve, éppen néztem is, hogy az őstelmi igazolvány száma mindenütt ki van téve, tehát szervezett körülmények között tudnak dolgozni, egyrészt gyarapodik a család vele, ugye el tudják adni megint újra a terményterméket, hát befőttek szörpök. Olyan választéka volt, hogy meglepődtünk, sőt ajánlottuk ismerősöknek, hogy érdemes megnézni. Minden, minden héten kijönnek Nagymarosra azért, hogy valamit vásároljanak a családnak. A jubileumi ünnepségen emlékszem elnök úrnak arra a szavára, amikor a gyerekekről beszélt, hogy a gyerekek nevelésében ezeknek a köröknek a kertbarátoknak, kertészeknek milyen nagy szerepe van. Hogy értette ezt az előadásában pontosan? Hát megmondom, saját tapasztalat alapján is, hat van, és a hat, két és fél évestől 14 évesik, nagyon szerettek Nagyborosra kijönni. Most is már nem lehetett jönni, állandóan azt kér, mikor mehetünk, mikor mehetünk. Mert megmondom, hogy a kert egyrészt, ha az ember ügyesen csinálja, akkor a gyerekeknek élményt tud nyújtani. Nevettünk az öt éves két unokán, ugyanis azt lesték minden nap, amikor kint voltunk, hogy, hogy mikor, mikor lesz már növény. Hát mondtam, hogy ez nem olyan naponta ötször megnézed, még az a növény nem fog, hogyha hát türelmetlen. Tehát türelmetlenség. Az ember nagyon sok mindent át tud adni és amit szoktam mondani, hogy többire a szülők azért elfoglaltak, és nagyon nagy felelősség hárul a nagyszülőkre. És mindig tiltakoztam ellen a lányaimnál, amikor anyósom mondta, hogy hát azért van a szülő, hogy nevelje a gyereket, a nagyszülő, hogy rontsa, mondtam, fordítsuk meg, mindenki adját a tudásából, amit tud, és élményt tud nyújtani a gyerekeknek. A másik, meg lehet a kertet kedveltetni velük. Kert kertrészt ki lehet jelölni, és versenyeztetni. Hogy az őket. csak az övé. Csak ugye? az övé, és Aj, akkor lehet jó. versenyeztetni. Igen. Saláta készítésnél, saját kis területéről szedi le, el, még a fiú gyerek is rávehető ilyenre. Uh -huh. uh -huh. Fiúnokák? Hogy... Mind, fiú, mind fiú, mind a hat fiú? Mind. Árpád, Nándor, Bontund, Lehel, Zsombor és Bence. Nagyszerű. <hállt> Ö tud ön elnök úr különbséget tenni akkor, amikor esetleg a saját termékéből, terményeiből, vagy a termelői piacon vásárolt gyümölcsből, zöldségből lesznek a gyerekek, vagy amikor olyan tál kerül elő, eléjük, amit a nagyáruházakban vesznek. Ők már tesznek különbséget. Én megmondom, a, tesznek az ízegben, különbséget. Például? A földi epernél nagyon jól lehetett érzékelni, külföldről, ami bejön, gyönyörűen néz ki. Hozzáteszem, hogy kemény. Illata többnyire nem szokott lenni, és a gyerekek jöttek, hogy még ne, nem, ő, nekik nem kell ilyen, mert savanyú. Uh -huh. Tehát ezt tudom a nemesítőktől, hogy hát úgy nemesítik ki, hogy a minél nagy jobb távolságról szállítják, hogy kibírja a szállítást, eladható legyen. Csak hát nem mindegy az, hogy a kertből teljes érettségi állapotba tudom leszedni. És a helyi piacnak ott van a jelentősége, hogy hajnalban leszedi, és, és már 8 óra körül már viszi a piacra. Uh -huh. Hát ízbe zamatba sokkal többet tud. ezek? A, ezek a kis körök. Ezek mennyiben kapnak segítséget azoktól a szakemberektől, akik hivatásuknál, tanulmányaiknál fogva tanácsokat tudnak adni azoknak az embereknek, akik hát valóban csak a hobbi kedvéért mennek ki és termesztik. A zöldségek gyümölcsöt. Meg szervezet. Hát megmondom, Ez mint szervezett megmondom dolog, az annak a idején, 70-ben 70 azért is alakult meg az Országos Szövetség, hogy összefogja a kerbarát köröket, és főleg, hogy szakmailag minél szélesebb körbe tudjon segíteni. Tehát a legjobb előadókat hívjuk meg. Uh -huh. A másik minden hónapban tudtuk a járvány megjelenése előtt. Tartani úgy, hogy eljöttek zuglóba, a civil házba, és ami nagyon jó, hogy meghallgatták a nagyon jó előadásokat, és a másik utána tudtak beszélgetni egymással, uh -huh. tehát tapasztalat cseréről. A Kerbarát körök nagyon gyakran szerveztek, most megint beindult. Hogy elmennek például most a Baranyába, Pécs környékére, az ottani kerbarátkörök fogadták őket, és nagyon sok olyan ötletet tudnak egymásnak átadni, ami munkát segíti. És hát meg igyekszünk mindig, hogy a legjobb szakembereket hívjuk meg, aki tényleg gyakorlati tanácsokat tud adni. Az előadásában, a múlt héten a Vajdahunyadvárában ön emlékeztetett bennünket, a hallgatóságot arra, hogy a kertbarátköröknek az a szerepe is elévülhetetlen. Például egy szatmári esetet mondott, amikor az ottani, hát nevezük nehézsorsú embereknek, az alma termesztésre adták a fejüket, és hát bizony nagyon szép bevételre tettek szert, és láthatóan növekedett az életszínvonala ezeknek a családoknak. Hát hadd említsem itt meg a anyai, nagyapámat, Madaracsi Árpádot, aki Debrecenben akadémiát végezte, mezőgazdasági akadémiát, és mindig mondta, hogy azt mondja, apám azért küldött el, hogy segítsek az embereknek. Tehát például csak egy példa, most nem is alma, hanem volt az a 30-as években nagy búzatermesztési krak, amikor a tengerbe öntötték be a búzát, stb. És ott mondta a gazdáknak, hogy emberek üljünk le, beszéljük meg, fogjunk össze. Én azért végeztem, hogy segítsek nektek és azt, hogy nem szabad azt megcsinálni, hogy csak búzát termelni, be, bejön egy ilyen nemzetközi, hogyják nagy zűrzavar, krach, 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 akkor az, hát volt is olyan gazda, hogy szinte minden ráment. És mm. akkor nagyon gondos, ott végignézték, hogy mi az, ami leginkább megtermelhető, és részben ott a szamos közel van, és a ecsedi lápnak a nyúlványa, mert belúgottam például Pátyodra, mm. ahol gyereke is gyerek voltam, és jött az ötlet, hogy kezdjenek el minél nagyobb területen almát telepíteni, ültetni és kiderült, hogy nagyon sok nagy, tehát ahol azért voltak, vagy éltek jobb, azért nem egyszerű 6-7-8 gyereket akkor még jellemző volt, eh, hogy ellátni, és kiderült, hogy az almásból olyan bevételük származott, és legalábbis nagyomám, amit elmondott, hogy Budapestre küldtek föl, eh, hogyják Jonatán már uh -huh. 20-30-40 kilót ismerősöknek, rokonoknak, és a legnagyobb csodálkozásukra ezek 1 kiló Jonathan almári elküldtek 5 kiló narancsot és azzal, hogy ők szívesebben eszik a jonatánalmát, és máskor is küldjék. Én azt hiszem, hogy ma is vagyunk úgy néhányan, akik szívesebben eszük a Jonatán mint a külföldről érkezett narancsot, de hát ez ízlés kérdése. Elnök úr, a következő években mit szeretnének még elérni ezekkel a körökkel? A szövetségnek milyen törekvései vannak elsősorban? Hát megmondom, hogy nem ötletszerűen dolgozunk, meg az Országos Szövetség is, hanem mindig készül egy középtávú terv. Most ennek, ennek annak idején még az elindítója a gyúró professzor úr volt, aki a Kertészeti egyetem gyümölcsnemztési tanszékvezetője volt. Igen. Történetesen nekem is tanárom, uh -huh. és hát próbáltuk segíteni az embereket, hogy egyrészt például a fajta akkor, hogy milyen művelésmódot válasszanak. És a kiadvány, ami megjelent az 50 éves évfordulóra, hát nem csak visszaemlékezés, hanem emlékezünk azokra az elődökre, akik nagyon sok tettek azért, hogy egyrészt, hogy a magyar kertzeti, kertészeti tervesztés, hogy olyan szintet elérjen, Hungárfoknál is dolgoztam annak idején, egy van, hogy szomorúan vettem tudomásul, hogy a nagyon jól működő hungársok zöldség, gyümölcs külkereskedelmi vállalat megszűnt a rendszerváltás után, és nagyon nagy gondot okozott az embereknek. Hát főleg a szabolcs szatmár vagy ahol nagyobb területen almát termesztettek uh -huh. utána, meggyel próbáltak foglalkozni. Most ezekben a nehéz szituációkban próbált az Országos Szövetség tenni. És gondolom a jövőben is. Ezt a segítséget igényelhetik. Szeretnénk. Egy a elkészítettünk egy öt éves tervet, egy uh -huh. kis kertprogramot, és hát annak bentén, tehát megnéztük, hogy hogy tudjuk segíteni. És megmondom, még fő cél elhangzott itten, hogy a nagyon sok helyen, ugye hát a kertbarátköri tagoknak egy jelentős része nagypapakorú vagy nagymamakorú, hogy az óvodásoknak óriási sikere volt például Zuglóba, ez főtitkárunknak volt az ötlete, hogy ne csak legyen a kertészeti kiállítás, hanem mindig jött, hogy meg lehet valamit kóstolni, és az óvodásoknak, külön élmény volt, hogy ő a turbixot be tudta kapcsolni, és utána nézte, hogy jég az almából vagy nagyon finom almalé lesz, vagy paradicsomlé. Uh -huh. Olyan hogy 19-be, 18-ba volt ilyen, hogy 540-560 berjelentkezés volt óvodából. És erre mondták, hogy elnézés két nap alatt nem tudnak ennyi gyereket ö, fogadni. De hát az a lényeg, hogy a fiatalok is rákapnak rá, és az arra, iskolások is. hogy a hazai ízeket és főleg az, és hogy, próbál. ja és aztán még ami volt, és nagyon nagy sikert aratott, hogy a kicsiknek, meg a általános iskola alsó osztálybeli gyerekek kaptak ajándékba egy-egy kis cserepet, földdel megtöltve és virágmagot, zöldségvető magot, hogy vigyétek haza. Volt, ami megteremben ugye még balkonon is, a másik pedig, ahol esetleg van kis kert, valami, akkor ki tudták oda ültetni. Hát elnök adja Isten, hogy szárba szökjenek ezek az elvetett magok, és minél több gyerek szeresse meg a földet, a földön való ö, gazdálkodást, és minél nagyobb számban hirdessék azt, hogy a magyar gyümölcs és a magyar ö, zöldség az párját ritkítja talán az egész világon mondhatjuk azt. Hát megmondom, ez így igaz, és abban próbálunk segíteni, hogy minél nagyobb területen, hát most a minisztérium is elindított egy kertészeti ágazatot, hogy markánsan fejlesztő programot és aminek hát mi is örültünk neki. Sok sikert a következő öt Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Tartsanak máskor is a duettel.